Jamur jön, és megy. De előbb körbenézi, van itt valami izgiba, ott fenn már voltunk, hopp, várjunk csak. Oké, az a csak növények, de ebben a megvilágításban olyan érdekesen néztek ki. Úgy néz ki, hogy egy konkrét road tripre megyünk itt mi is. Nézzük csak. Pam para pam 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 pam, egy pillanat türelmet kérek csak. Matatnom kell itt egy picit, de oké. Megyünk a road tripre. Oké, azt hiszem, hogy ugyanezt a háttérzenét hallottuk a filmmenüben is, ahol a ez a fürdőszoba WC volt mutatva. Követtünk el szépen a fényt, ami bár gondolom nem egy gyertyafény lesz, ami egy kis szigetre vezet el minket, hanem hogyha minden igaz, az vezet el minket talán az utolsó helyre, ami James meg Mary együtt és különleges helye lehetett ebben a városban. A Lakeview Hotel. Jamesnek annyira jó az arc mimikája, meg az arc kifejezései az egész játékban. A motion capture színészekkel annyira jó munkát végeztek. Annyira tetszik, annyira... túl sok szó használom az annyira szót, de... nem tudom elégszer kifejezni, meg rendesen elmondani nektek azt, hogy milyen sok érzelmet le lehet olvasni Jamesnek az arcáról, még úgy is, hogy egy szót sem szól. Konkrétan rengetegszer egy szót sem szól az emberünk, de... de látni lehet rajta, hogy szegény most éppen mire gondolhat, meg mi mehet át szegény szerencsétlennek a szívén, lelkén. Azok alapján, amiket átél. Te jó, hogy milyen koszos lett a nadrágja is, meg a cipője is. Az inge is, nagyon jó. Egyre fényesebb a... Flashbang. Oh yeah! Oh yeah! Egész hamar megérkeztünk ide, az az igazság. Viccet, azt hittem, hogy jóval tovább el leszek veszve a tavon, de... de úgy fest, hogy nem. Ez mi? Lakeview Boat Rentals. Spend unforgettable moments on Toluca Lake. These waters will bring... will bring you peace. $15 for the day. Szóval... Lakeview csónak kölcsönzés. Tölts felejthetetlen pillanatokat a Toluca folyón. Ezek a vizek megnyugtatnak majd téged. Naponta... egy napra $15. Azt hiszem, ez a kis sziget, amit látunk a poszteren, az a játék egyik befejezésére utal. Az egyikre a sok közül. Oh yeah! Lakeview Hotel Garden Map.
Ez a kert térképe a Lakeview Hotelnek. Oké. Okay. Itt érkeztünk meg. Szuper. Valaki itt hagyta a könyvét egy szemüveggel együtt. Tök jó lehet ez a terület, amikor konkrétan látni is valamit ettől a sűrű köttől. Itt is fel lehet jönni. Ennek a túloldala pedig el volt zárva, bár ez is. Wow, ocsaja! Biztos tök szép lesz, hogy szépen haladunk előre, és egyre jobban kirajzolódik minden a szemünk előtt. Ebből a sűrű-sűrű ködből. Glimmer of Hope. Azt mondja, James, ez a hely 3 éve egy fikarcnyit sem változott. Ups! Egyszerre nyomtam le több gombot véletlenül. Szerencsére a hotel személyzete akkor is hagyott itt pisztoly történt, amikor 3 évvel ezelőtt utoljára itt jártunk. A gyönyörű feleségemmel, aki amúgy, ha nem tudnátok, ha fogalmatos lenne arról, így néz ki. Milyen rossz lehet a realizáció, hogy végig egy üres levelet bámultunk amúgy. És valójában nem volt ráírva semmi. Ó. Oh. Egy rohadt alma. Gyönyörű. És el kell oké. Rendben. A rotten, pungent smelling apple. Ez egy kulcstárgy. Remek, James. Egyszerűen remek. Oh. Lone one of the east, out of the water's safety, now lost, out of breath. Now lost, out of breath. Szóval... A kelet magányosa, aki most már kikerült a víz biztonságából, elveszetten, fulladozva. Vagy csak szimplán fáradtan. This section of the garden closed for maintenance, sorry for the inconvenience. Ütött kopott táblácska az... Oh. Rohadtalma? Na, nem működik a láncok ellen. Aki a kert ezen része le van zárva felújítások, vagyis karbantartás miatt, sajnáljuk a kellemetlenséget. Pillanatra úgy nézek ki a távolban, hogyha egy alak állna ott, de valószínűleg nem így van. As the cold draws near, they abandon their old nests to return in time. Ahogy közeleg a hideg, úgy elhagyják a régi fészkeiket, hogy később visszatérjenek a gólyák. Legalábbis gondolom, hogy egy gólya volt, aki itt már jártunk. Egy kis zenét hallunk bentről.
Itt is jártunk már. Nem tudom, hogyha zongorát hallanék, de nem vagyok benne biztos. Special places, spark fires that warm our hearts forever. Welcome back! Welcome back, azt mondja! Nézzük csak. A különleges helyek olyan tüzeket gyújtanak a szívünkben, melyek azt örökké melegen tartják. Üdv újra itt! Welcome back, mi? Üdv újra itt a Lakeview Hotelben. Na nézzük csak. Igazából csak itt tudok bemenni. Oké. Okay. Ezt a kaput majd később meg kell még piszkálnunk. Hello! Oké, vegyünk egy térképet magunkhoz. Bezonyám. Bezonyám, bezonyám. A 312-es szoba volt James és Mary szobája, és oda van írva, hogy waiting for you. Mintha tényleg ott várna minket Mary. És most vagyunk itt. A Vénusz könnyei bár. Hétfőtől vasárnapig. 2 p.m. to 2 a.m. Ó, oh, a toalett. Aha. Szuper. Amíg csak kezdetben nézzük át akkor ezt az emeletet. Egy kedves néző már a Discordon beküldte nekünk, hogy a Lakeview Hotel az mennyire a, ha jól emlékszem a nevére, a Stanley Hotel alapján készült, ami a Stephen King könyvéből, a Ragyogásból készült filmadaptációban is lehetett látni. Sőt, az a kis srác, aki az ikonikus Red Room szöveget ismételgette abban a filmben, annak a kis srácnak meg lehet találni a kis bicikliét is a játékban, amivel kerekezett össze-vissza a folyosókon is, és tapasztalt érdekes dolgokat. Nézzük csak, itt van az információ, a recepció és a check-in. Csengetni nem tudom, hogy tudok-e, de van itt valami. Mr. James Sunderland. Regarding the videotape you left in your room during your last stay, I am glad to inform you that we have recovered the item and moved it to the employee section on the first floor. The tape is stored within the hotel safe to be returned to you at your earliest convenience. Szóval, Mr. James Sunderland. Az a videókazetta, amit az előző itt tartózkodásuk alkalmával a szobájában hagyott, azt a videókazettát örömmel jelentem, hogy megtaláltuk, és az itt dolgozók termében tartjuk az első emeleten, egy a hotel széfjében. Addig megőrizzük ennek, amíg legközelebb nem jár felénk is, és nem jön érte. Flip! Oké, Maria is beszélt egy kazetta felvételről, amit elvileg a hotelban hagytunk, amiről James nem igazán értette, hogy honnan tudja, hogy az a kazetta létezik, az a felvétel létezik. Hello! Ez mi? Music box. 312-es and an ornamental key.
Kettő kulcs is van itt. 312-es szobái, meg egy zenedobozé. Ornamental key. A decorative key shaped like a treble clef. Too small for a door. Igen, egy kotta mintájára készített kulcs, ami túl kicsi egy ajtóhoz. A key to room 302 in the Lakeview Hotel. Yay! Shit. Az a levél így is úgyis kellemetlen, hogy főleg így, hogy üres. Mi van itt egy mentési pont? Nézd csak, hogy James csinál-e valami furcsát. Úgy néz ki, hogy nem. Oké. Okay. Na nézzük csak. Lost and found. Talált tárgyak osztályában nem tudunk bemenni, innen jöttünk be. Az itt egy toalett. Illetve... innen halljuk a zongora szót. Gift shop, sorry we are closed. Staff only is van kerítve, át akkor ide nem mehetünk sajnos be. Az étterem. Milyen csend lett. Van mögöttem egy levél. Ó, nem, ez egy Intermezzo OP 118 number 2 by Johannes Brahms. Oké, az a második kotta, amit találunk a játékban. Ott a zongora. Did I scare you? Ah! Yeah, you did. I guess I deserved it, huh? The fart face that I am. Maybe. Then again, maybe you're not so bad. Just annoying. Uh-huh. So, you got any other things planned? I think I saw a dark room back there you could lock me up in. No. I think you've had enough. For now. Well, that's reassuring. Besides, I need your help finding Mary. She's here. Isn't she? Come on, tell me. I wish I knew. But she said it in her letter. Wait. So there really is a letter? Oh. Yeah. Wanna read it? Just don't tell Rachel, okay? Who's Rachel? She's our nurse. I, took it from her locker. My dearest Laura, I'm leaving this letter with Rachel to give to you after I'm gone. I'm far away now, in a quiet,
beautiful place. Please forgive me for not saying goodbye before I left. Be well, Laura. Don't be too hard on the sisters. And Laura, about James. I know you hate him because you think he isn't nice to me, but please, give him a chance. It's true, he can be a little surly sometimes, and he doesn't laugh much. But underneath, he's a really sweet person. I love you, Laura. I love you like my very own daughter. I wish things were different. I wish we could be happy together, like we talked about. Even so, I know you will have a good life. You're a strong, smart, beautiful girl. Happy 8th birthday, Laura. Your friend, Mary. Laura, how old are you? I turned 8 last week. That means Mary couldn't have died 3 years ago. Could she really be here? Is this the quiet, beautiful place she was talking about? Me and Mary talked a lot about Silent Hill. She even showed me all her pictures. She really wanted to come back. She also talked a lot about you, you know? She even... What? What is it? Well, it kind of was his other letter. I think the one was for you. The envelope had your name on it. Did you read it? I wanted to. This one time, I almost did. Figured you didn't deserve to have it. But then I thought, Mary wouldn't want me to keep it from you. So I just sort of kept it for you. Here. It's empty. Laura, there's nothing in it. What? But I didn't take it. I swear. Well, where is it then? I must have lost it. I gotta find it. Laura! Aw. Na szóval, újra találkoztunk Laurával. Aki most már úgy néz ki, úgy vélekedik James-ről, talán mégsem vagyunk olyan szörnyűek. És James is igyekezett vele egy olyan baráti hangnemet megütni. Viccelődni is azzal, hogy most szeretne minket bevezetni és csapdába zárni még egy sötét szobába, mert amilyen puki arcúak vagyunk, mi ezt megérdemeljük. És miközben beszélgettünk itt, úgy néz ki, hogy Laura most már nem farkasként rajzolt fel minket, hanem egy aranyos, kedves kutyaként, aki csóválja a farkát, mert barátságos, és Laura lenne gondolom a nyuszi, aki most már nem ijed meg tőlünk, és nem fut el tőlünk. Nos, Laura mutatott nekünk egy levelet, amit Mary neki szánt, de Laura idő előtt megszerezte a közös áporújuk Rachelnek a szekrényéből. Ugye Laura már megmondta nekünk, hogy ő akkor találkozott Maryvel, amikor együtt volt a kórházban. Azt nem tudom, hogy Laurának pontosan mi volt a betegsége, problémája, ami miatt kórházban volt, de ott találkozott Maryvel először is, egy nővér, Rachel kezelte őket. És volt ott egy levél, amit Mary Rachelnek adott, azért, hogy Rachel odaadja nekem, miután már Mary nem lesz az élők soraiban. És a levél az úgy szólt, hogy My dearest Laura, I'm leaving this letter with Rachel to give to you after I'm gone.
I'm far away now, in a quiet but beautiful place. Please forgive me for not saying goodbye before I left. Drága Laura, Rachelnek adom ezt a levelet, hogy odaadja neked, miután én már elmentem. Én most egy távoli, csendes, gyönyörű helyen vagyok. Kérlek, ne haragudj rám, amiért nem köszöntem el, mielőtt elmentem. Be well, Laura. Don't be too hard on the sisters. And Laura, about James. I know you hate him because you think he isn't nice to me, but please give him a chance. It's true he can be a little surly sometimes, and he doesn't laugh much. But underneath, he is really a sweet person. Vigyázz magadra, Laura, és kérlek, ne légy olyan szigorú az ápolókkal, a nővérekkel. Legalábbis gondolom, hogy a sisterök alapján a nővérekre gondol, a kórházban dolgozókra. És Laura, James-tel kapcsolatban azt akarom neked mondani, hogy tudom, hogy nem kedveled őt, mert azt hiszed, hogy nem kedves velem, de kérlek, adj neki egy esélyt. Tudom, hogy olykor kicsit nyűgös tud lenni, és nem nevet túl sokat, de mindezek alatt ő egy nagyon kedves ember. I love you, Laura. I love you like my very own daughter. I wish things were different. I wish we could be happy together, like we talked about. Szeretlek téged, Laura. Úgy szeretlek téged, mintha a saját lányom lennél. Azt kívánom, hogy a dolgok bárcsak máshogy alakultak volna. Azt kívánom, hogy bárcsak együtt lehetnénk boldogak, ahogy arról beszéltünk. És itt gondolom arra gondolt, hogy ha Mary egészséges lenne, akkor megpróbálna Laurát örökbe fogadni James-el együtt. Even so, I know you will have a good life. You are a strong, smart, beautiful girl. Happy 8th birthday, Laura. Your friend, Mary. De még ennek ellenére is tudom, hogy jó életed lesz. Légy erős, okos és egy gyönyörű lány. Boldog 8. születésnapot, Laura. Barátod, Mary. És amint ezt James elolvasta, megkérdezte Laurát, hogy ő most pontosan hány éves. És Laura azt mondta, hogy múlt héten lett 8 éves. Mert Jamesnek leesett a tantusz, hogy akkor Mary nem halhatott meg 3 évvel ezelőtt. És tényleg lehet, hogy ez az a csendes, gyönyörű hely, amiről beszélt, a Lake View Hotel. És Laura azt mondta, hogy most ez a levél ugye neki szólt, de Mary írt egy másik levelet, amit kifejezetten nekünk címzett. És hát azt is elcsente, mert eleinte kúnyból, bosszúból, vagy egyszerűen dacból nem akarta, hogy hozzánk kerüljön és hogy elolvassuk. De aztán gondolta arra, hogy lehet, hogy Mary nem ezt akarta volna, és szeretné nekünk odaadni. De a boríték, amit odaadott nekünk, az üres volt. Nem volt benne semmi. És emiatt Laura nagyon, nagyon megijedt, hogy lehet, hogy akkor valahol elvesztette, és muszáj azonnal megtalálnia, ezért fogta magát és elrohant. Szóval, van valahol egy nekünk címzett levél, ami több mint valószínű, hogy nem csak egy üres papír. És Laura azt most elszaladt megkeresni. És Laura az zongorát nyomkodta, amit meg tudunk vizsgálni. Ismerős dallam. Köszönöm, érdekes volt először hallani Mérit, ahogy hallhattuk a hangját is ebben az átvezető animációban, ahogy James olvasta a levelet, amit Laura adott nekünk. Oké, nézzük csak, Café Toluca. Folytassuk akkor az első emelet felfedezését. Laura!
Laura pont arra szalad, mert én is szeretnék szaladni. De majd később kell visszajönnünk, még ide gyűjtenünk kell tárgyakat. Laura azt mondta, hogy valahol itt kell lennie. A levélnek, amit elhagyott. Közben be tudunk jönni a Toluca kávézóba is. Ez aztán jó kávé. Százkettes szobakulcs. Ó, itt ki lehet bontani a falnak egy részét. Remember that strange book you found earlier? Some very odd-looking man came in a few hours back, claimed it belonged to him. Honestly, I didn't feel arguing. I wanted to be through with him as soon as I could, so I gave it to him. I'm not sure how he even knew it was here. I don't think he was ever a guest here. I would have remembered. Emlékszel arra a furcsa könyvre, amit találtál nemrég? Valami nagyon furán kinéző fickó jött érte pár órával ezelőtt, és azt mondta, hogy ez a könyv az övé. Az igazság az, hogy nem akartam vele veszekedni, csak azt akartam, hogy minél hamarabb elmenjen, amilyen hamar csak lehet, szóval odaadtam neki. Nem tudom, hogy honnan tudta egyáltalán, hogy itt van. Nem hinném, hogy valaha is megszállt volna nálunk, mert emlékeznék rá. Érdekes. Can't get it out of my head. Nem tudom kiverni a fejemből. The Halo of the Sun. A Silent Hill játékban látott körforgás jelképe. Legalábbis annak az elemei egy papírra vetve, amiket úgy néz ki, hogy az emberünk nem tud kiverni a fejéből. Szóval egy könyvről volt itt szó, ami szerintem a játékban elérhető egyik befejezésre utal. Oké, ajtó nyitva. Menjünk vissza Laura után. Remek. Au. Nos, hát Laura erre futott. fasz. Most visszaköpök egyet. Feltéve, nem lövök mellé. Au! Au, basszus már kifelé innen. Ha már itt végben nézek pár szobába is, amikor az a szar felszárad. 104-es szoba. Olyan érdekes, hogy kb. Egyáltalán nem tudok bevilágítani ezekbe a fiókokba. Be van kapcsolva itt a ventilátor. Ó, egy fotó. Tényleg azt is mondta Laura, hogy
hogy Mary sokat mutogatta neki a fotóit is, amiket készített. És nem tudtam nem ezekre a polaroidokra gondolni. Az van ráírva erre, hogy aftermath, vagy a történés utáni helyzetek. És valami össze van törve ezen a képen, de nem igazán látom pontosan, hogy micsoda. 21. Aftermath. Pont, pont, pont. Kukucs, kukucs, kukucs. Én is szeretem, mikor vadászpuska töltények vannak a fürdőszobai szekrényben. Aftermath. Szanaszét túlt ágycsump tele piás üveggel, összetört valamiről készült fotó. Nem akarok a szimbolizmusra gondolni. Pillanatra azt hittem, mint a Laura állna ott a folyosó végén. Ilyen rettentő ijesztő módon. A sötét van itt. Honnan az ördögből jött ez elő? Most nézem, hogy az ellenfelek véreznek, amikor megütjük őket. Vagyis miután megütöttük őket. Azt a mindenéteket, ez eddig fel se tűnt. Nekem ez eddig fel se tűnt. Azt a mindenit. Ez ilyen kis pici egyszemélyes szoba. In loving memory of Sean Mitchell, the family regret to inform you of his passing. The funeral service will be held at the St. Stella Church in Southvale, intersection of Nathan Avenue and Neely Street at 11 a.m. Following the service, we will hold a small reception to the Sean's, at Sean's family home. Szóval Sean Mitchell emlékére, kinek távozását nagy sajnálattal jelenti be a család. Nézzük csak, a temetési szertartás a Szent Stella templomban lesz. A Nathan Sugar út és a Neely utca sarkán lévő templomban. A Szent Stella templomban 11 órakor. A szertartás után egy kis halotti tort tartunk Sean családi otthonában. Oké. Okay. Sajnálattal hallom, de oké. Okay. Ez a 102-es? Ez a 102-es. Ó. Laura ezekkel a macikkal játszott a kórházban is, ezekkel a serépcsillagos macikkal. Kapunk tőle egy gyógyitalt. Egy aktimelt, köszönöm Laura. Meg egy szteroid injekciót is. Meg egy vadászpuska töltényt, hármat egész pontosan. Ó, meg csak nem. Sörétes puska töltény, ó, igen. Nagyon jó. Hát Laurának szépen a nyomát vesztettük, nem hiszem, hogy segített volna az, hogyha azonnal utána rohanunk. A szegény kb. Elveszítjük őt a sötétségben. Egész biztos vagyok benne, hogy ő is egy teljesen más képét látja Silent Hillnek, mint mi.
Laura azt sem említette, hogy Maryvel rengeteget beszélgettek Silent Hillről. A jó édes anyádat! De biztos vagyok benne, hogy ők nem így látják ezt a várost, mint mi. Akarom mondani, Laura. Aidney. A sorétes puska újra tele van töltve. Ó, ezekbe a pici fiókokba be tudok nézni. Ó, oké, itt nyitva van az erkély ajtó. Ez menő. Hello! Aha! Oké. Szerintem leterítettük. Nem is be, hogyha egy picit feltápoljuk magunkat. Nem is baj. Egy pici plusz felszerelést szerzünk itt a labirintus, a lassori és egyéb őrületes részek után. Át tudunk vetődni, hogy bemehessünk egy másik szobába, gondolom, de... Még van. Egy-kettő teremit, amit nem tudtam megnézni erről az oldalról. Ehhez kulcs kell. Ide be tudunk menni, ez egy szertár, vagyis hát valami olyasmi, aha. Mindjárt körbenézek egy picit jobban, mert látom, vannak itt holmik. Pisztoly töltények például. Heather, a helix seems to have some kind of pest separate from the rest and of the plants and they all die. Oké, a Heather a Helixnek úgy néz ki, van valamilyen kártevője. Válaszd el a többi növénytől, különben meg fognak halni. Ó, egy kulcs! Sunrise Wing Key. A nap felkelte szárny kulcsa. Key to the Sunrise Wing of Lakeview, second floor. Oké. Úgy néz ki, hogy itt ilyen... napállásokban, ilyen napidőtartamokban vannak osztva a hotelszobák, hotelszárnyak. Uh-oh. Ha! Ho-ho-ho! Aidney. Oké. Most vagyok biztos abban, hogy minden rendben és rendben van. 312-es és a második emelet. Ezek a kulcsok vannak most meg nekünk, és ez pedig kivezet ide, ahol már jártunk. Oké. Szuper. Akkor itt egyelőre más nem nagyon tudok csinálni, sem hogy
És amúgy visszamenni a recepcióra. A recepíre. Kurva jól néz ki ez a hotel. Kíváncsi vagyok, milyen lesz majd a másik verziója. Ó. Oh. Miért kukkolunk ki arra az egy pontra innen? El van törölve ráadásul az üveg, hogy ki tudjunk innen nézni. Oké. Okay. Mielőtt még felmegyek a többi emeletre, hadd nézzek le itt a bárba is, a Vénusz bárba. De sötét van ide lent. Konkrétan kibaszott sötét van ide lent. A zseblámpám fény, mintha megenné a sötétség. Ilyen hatalmas takarító szeres hordozó. Elevator out of service, hála égnek. Oké, a lift nem működik. Staff only. Am I staff? De klaustrofób. Lehet hallani, hogy a csövekben folyik valami. Ew. Ez mi? Ez csak. Note to staff. Be sure to clean up the fireplace in the conference room. Oké, nézzük csak. A tisztító személyzetnek egy feljegyzés. Ne feledjék el a konferencia teremben kitakarítani a kandallót. Remek. Ezt fel is írja James magának, mert ő most nagy takarító munkákba fog vállalkozni itt. Hogyha ez a csendes gyönyörű hely, akkor miért neki kell pucolni mindent? Még a kandallót is. Oké. Okay. Venus Tears Bar. A Vénusz könnyei bár. Ami zárva van. Na? Jól hallom? Valamit lehet innen hallani, de nem igazán tudom egyenlőre az ütemét kivenni. Valamilyen kellemes háttérzene megy. Még képek is vannak itt. Aha, Sunrise Wing. Oké. Arra, ahhoz a szárnyhoz van kulcsom. Sőt, Sunrise Wing még ehhez is. Oké, Elevator Out of Service. Innen nem tudok tovább menni. Aha, egyenlőre csak innen tudok tovább haladni, ami igazából nem baj. Úgy néz ki, hogy innen nem is tudok feljebb menni a harmadik emeletre. Legalábbis mag csak úgy, hogyha még jobban bemegyünk a hotelbe. Ahol nem már. Úgy tényleg most jut eszembe itt az átugrásról, hogy még az első emeleten sem nézzük meg azt a kis plusz helyet, ahol ahol ki tudtunk ugrani ahogy is hívják ott az erkélyen. Ha már erkély. Oké. Okay. Ha már erkély. Pontosan erről beszéltem. Ez hová vezet? Oh. Ki a központi terembe, a holba. Hú, hát ez a próbababás rész az itt remekül néz ki. James nem véletlenül elő is veszi a fegyverét. Aha, és át is tudunk jönni a túloldalra. Böf. Ha egy nővérke lesz ide bent. Mm-hmm.
De jó ég. Oké. Az itteni nővérke milyen koszos. Aidney. Szóval, oké, látom, hogy van ott az asztalon egy papír, amit meg tudunk lesni. Semmi. Semmi. Ne, egye fene. Legalább megpróbáltuk. Nurse's office. Oh! Itt már van Actimel, aminek örülünk. Pillanatra úgy nézek, mint hogyha folyna a víz abból a csapból, de aktívan annyira nem. Ha már itt tartunk, akkor miért is? Na, a teljesség kedvéért betöröm ezeket is. Medical record patient MSS. MSS? Csak nem. Csak nem Miss Sunderland. És meg se tudom nézni ráadásul, csak hogy szuper titkos maradjon a dolog. Ajajaj, a ködösítés. Van még egy nővérke a közélben. Aha. Szuper, ezzel vissza tudunk a holba menni. Milyen undi hangja van? Szerintem észrevett minket. Bem, bem, bem! Employee elevator. A dolgozói lifthez hozzá fogunk tudni férni, de ahhoz külön kulcsot kell megszereznünk. Úgy néz ki, itt feljebb is tudunk menni. A harmadik emeletre talán. Hallom ám, hogy mászkál itt valami. Ki van rakva ez a varnak címke, szóval, de nem fogunk bemenni, haha. Hello! Pont arra gondoltam, hogy az a szekrény pontosan úgy van ott, hogy oda tökéletesen elbújhat valaki vagy valami. És ez sajnos így is lett. Milyen ilyen sötét-fekete vérük van ezeknek a lényeknek? Stealth only? Ez a folyosó mennyire vészjóslóan néz így ki? Itt van is egy ajtó, ami mögül jött valami dörömbelés. Hello? Égni. Ez itt micsoda? És ez elvileg egy emléktárgy az előző játékból. És ott van összetörve valami még. Oké.
Nincsen semmi. Komolyan mondom, ezeknek a baznő szekrényeknek itt az egyik és kb. Majdnem egyetlen rendeltetésük, hogy a menekin ellenfelek el tudnak mögötte bújni. Olyan hatalmasak, simán beférnek mögé. Nagyon vészjósló itt ezen azt a mindenit, nem akarok itt lenni. Van egy lépcső, ahol fel tudunk egy kicsit kukkantani. Itt van fent a konferenciaterem. Hú! Szuper. Hello. Édni. Szuper. Ha? Aki onnan a harmadik emeleti folyosóról méri ki is kiáltott nekünk, hogy James! Bár korán sem annyira idézőjelben békésebb, egynyugodtabb módon, mint az eredeti játékban tette, hanem sokkal inkább, mint hogyha picit más lett volna az energiája ennek a James-ezésnek. Oké, találtunk egy láncvágót, amit a kertben tudunk hasznosítani. Aki tudja, Méri hát, ha hallja ezt a... azt a sok-sok lövöldözést, meg püfölést, meg jajveszékelést, nyugdíjcserést, amit mi itt leművelünk. Én nem csak én meg van lepődve azon, hogy mi a felét művelünk itt. Oké. Na. Menni fog ez? Édni. Szóval, padlock. Igen, ott egy lakat van, ami a harmadik emeletnek az ajtaját zárja el. Jammers! Ha már itt vagyunk, akkor tekintsük meg a... Ó, itt nem mentünk végig. Azt akartam mondani, hogy tekintsük meg a konferenciatermet, de... be van vonva itt ez a kettő ajtó. És van itt egy nagy-nagy kiárat nevezetű ajtó is. És ami konkrétan a kiárat, de... És ez hová vezet le? Ó, atya ég, a kamera. A kamera! Ez lejjebb visz minket egy emelettel. Ennek az egész hececárénak a túloldalára. Ez amúgy király, wow! De jó ég, ezek a véletlenszerű széllökések. Ide is be tudunk jönni. Hatalmas ez a terep, passzus. Mielőtt még itt elkezdek acérkodni, hadd nézzem meg még egyszer azt a konferenciatermet, hogy mit kell ott kipucolni. Ami számomra is ilyen rohadt fontos. Konferencia terem... itt van. Halló? Kávé! Van itt egy vetítő előadó rész.
E mögött a szekrény mögött szerencsére nincs menekin. Van itt egy diavetítő teristele mellette kis diákkal. Egy kis dekoratív asztal. Aha, és itt, itt az emlegetett kandalló. Ó, ott van egy... Ott van egy bábú. Ó, tényleg a... Egy ilyen bábút láttunk összetörve abban a... Abban a táskában is, ami az előző játékra vezetett vissza. Nézzük csak, feljegyzés az itt dolgozóknak. Since it's taking you this long to get, to the conference room, you might as well drop by room 107. I'm leaving you the key. One of the guests has made quite a mess. Oké, mivel olyan sokáig tart eljutni a konferencia szoba kitakarításáig, nem árt, hogyha benéztek a 107-es szobába is. Itt hagyom a kulcsot, az egyik vendégünk hatalmas felfordulást hagyott maga után. Flip. Oké. Van itt egy kulcs. A 107-es szoba kulcsa. Láncok átvágására alkalmas eszköz. Királyság. Oké, okay, akkor egyelőre csak ez van itt, ami igazából nem is olyan nagy baj. Úgy nézett ki ez a lépcsőkapaszkodó, mintha valami szörnyeteg lenne. Atyavilág! Atya világ! Ezt csak most vettem észre itt a piros fény miatt. Hogy a 318-asnak az aljából mennyi vér szűrődik ki. És gondolom főleg azért is, mert rengeteget lehet ott nyitogatva az ajtó. Na nézzük csak, itt a 217-esnél kicsapta a szél a az erkély ajtót. Madárketrecek. Nem látok konkrét madarat egyik ketrecbe se, de olyan hangjuk van, mintha valamelyikbe lenne. Ez egy picit a Silent Hill Downpour-ra emlékeztetett engem, mert ott volt egy ilyen kis mini játék, úgymond, hogy madárketreceket találhattunk a játékban, és szabadon engedhettük onnan a madárkákat. Aha. Értem. Bármit is fújt ki innen a szellő oda, azt le tudtuk küldeni az egyenlentebb lévő szintre, hogy később felvehessük, bármi is volt az. Egy könyvnek tűnt innen. Oké, okay, ez egy nővérkének a hangja lesz, de nem tudta nem arra gondolni, hogy olyan, hogyha valaki őrületes módon befosott volna itt a, itt a folyosón, ennek olyan hangja volt. Ó, ki tudom bontani a falat, oké. Okay. Kukucs. Akkor hát... Iszkiri innen tovább, 214-esbe. Oh, hello! Haha! Annyira nem haha. Yeah.
pici helyen ez az ellenfél mennyire izgága volt. Azt a mindenit. Azt a mindenit. Gondolom nem hagyott semmiféle fajta fontosat. Ló, tényleg. Bam! Szóval azt mondtam, hogy bam! Oké. Nézzük. Azon a hallon nem mentünk át, mert kicsit meg voltam ijedve. Szóval azt esetleg megnézhetnénk még egyszer. Ja, itt a Nurse's Office-ban már jártunk. Királyság. Reading room? What the fuck? Stalwart to the end. Ez az egyik géppuskának a neve a Helldivers 2. Stalwart mind végsőkig. Se baj. A book titled Stalwart to the End, found in the Lakeview Hotel's library. Nyilván itt semmi köze nem lesz az egésznek a Helldivers 2-höz. Bride Before the Fall. Leonardo Nyavos. Csodás. Ez mi? Oh, oké. De vissza tudnék helyezni három könyvet. Revelations, A New Understanding. Illetve The One Who Soared, Alice Burroughs. Wow! Ez igen! Mennyi minden történik itt ezen a képen, azt a mindenit. És egész biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon sok jelentése van annak, ami itt történik. Oké. Egyelőre még nagyon pakolgassuk ezeket, meg gőzöm sincs, hogy mit kell majd velük csinálnom. Nézzük csak a... Azt a reading room részt hogy összekoszoltuk a térképen. Plusz azt a felét ennek az emeletnek még nem néztük át. Ugyanakkor ezt a halt sem, ahol megijedtünk egy picit a hangoktól. Itt ahol van ez a tömérdek menekén. És van egy kandalló. Meg egy újabb kulcs. A 202-es szoba kulcsa. Egy pár piros cipellővel, meg piros anyaggal. Szép, szép. Épp! Egyszerűen gyönyörű. Jó. Au. Oké. Ki hitte volna. És vajon hányan rejtőznek még itt? Aha. Éjni. Ah!
Van itt egy szép televízió, látok egy almát a túloldalt, amit biztos össze fogunk szedni, mert ez egy kulcstárgy lesz. Egy érett alma. Érett alma, mi? A fresh apple smells sweet and appetizing. Egy friss alma, friss és étvágygerjesztő illata van. Ez a legkirályabb almák egyike lehet. Minden idők egyik legkirályabb almája. Ja, na nézzük ezt a szárnyát is meg, még meg a hotelnek. Nyugtalanító hangokat hallok innen. Silent Hill Flower Deliveries. Perfect flowers for perfect occasions. Our best sellers. Lilies. Igen, stb. 20% off for wedding bouquets. Call us 1207. Nézzük, Silent Hill virágkiszállítás. Tökéletes virágok tökéletes eseményekhez. A legtöbbet eladott kis keresett virágaink, és itt el lehet olvasni szépen mindet. Nézzük, csak 20% kedvezmény. Igen. Oké. 20% kedvezmény. A kurva életbe. Mi a baj? 20% kedvezmény! Kedvezmény van. A házassági csokrokra! Ez az. A kedvezmény az kedvezmény. Ha tetszik, ha nem. Szuper. Egyik szobából, amire ki volt rakva az, hogy ne zavarjanak, hogy sírdogálást hallottunk. Egy férfinek az okogását. Én azt hiszem innen, do not disturb. Itt hallok valami rettentő érdekeset valamelyik szobából. Szerintem az ott egy nővérke. Itt pedig egy lying figure van. Egy legalábbis biztosan, és el is esett. Annyira meghökkent. Aha. Ó, atyaig. Ez itt remek. És most elinnen, de iszkiri. Így. Na, ilyen szerencsére nem egy nővérke. Ez annyit jelentett, hogy nem kellett olyan sokáig csépelnünk. A televíziót nem akartam bántani. Ez így bőven elég. Hát tudunk csúszni a szomszédos szobába.
Gondolom, a menekén tért magához. Ha nem akar utánam jönni, akkor nem feltétlenül fogok visszamenni és basztatni őt. Tudja, hogy azt ért magához. Na se baj. Oké! Okay. ...204-es szoba, itt jövünk. Csodálatos! Csodálatos! Oké... Ha már itt tartunk, végeznünk kell egy feleség ellenőrzést, hogy minden rendben van-e. Nagyon jó. Hát, majdnem minden rendben van. Oké, nézzük csak. Már csak 4 szobát kell itt meglesnem. Akkor lehet mégsem a menekint ért magához. Nem baj, ezt fokkal könnyebb kezelni. Oké. Oké, és oké. Dolgok intézve. ...202-es, azt hiszem ehhez van kulcsom. Közben a 201-esbe is be tudunk jönni. Már is bemegyek oda. Mi a fene ez a szoba? Milyen kis egyszerű kipakolt szobának tűnik ezzel az egy... 2-3 kis berendezési tárgyával. Meg a fent lévő bizarr modell helyezett szellőzőjével. Oké, hát a szobától kicsit rossz érzésem van, az az igazság. Na, menjünk innen inkább. Hes. Jó, sőt a 203-ast sem néztem meg, bár azt nem is tudom, meg ki van rakva, hogy ne zavarjunk, szóval oda nem megyünk. A 205-ös vajon miért lehet így megjelölve? Tényleg a 107-essel estem még meg a legalsó emeleten. Wow! Ez a szoba elég extrának tűnik, 2 szárnyból is áll. Ó, csak nem ide kell rakosgatnunk az almákat. Mirror, mirror on the wall, who's the sweetest of them all? Peel away the shiny skin, see the rotting flesh within. Oké, tükröm, tükröm, mondd meg nékem, ki a legédesebb a vidéken. Hánzs le a bőrét, a csillogó bőrét, és lásd a rotható húsát alatta. Oké, hát úgy érzem, hogy ide kell pakolnunk a... Várjunk csak. Úgy a tükröt kell rendbe raknom első körben? Oké. Okay.
Érdekes. Az mondjuk jó pofa, hogy ezt kell csinálnom vele. Pedig úgy néz ki, mintha ide simán be tudnám ezt rakni. Egy picit később visszajövök ide, mert meg akarom nézni a szoba többi részét is. Itt van egy darab tükör. Mirror shard. Csak így simán belső zsebbe elrakom. A piece of a broken mirror. Egy törött tükör egyik darabja. Oké. Szóval nekem erre szükségem van. Put down. Mirror shard. Oké, ezt valahová leraktam, és vagy beraktam, nem tudom. Csodás. Nem furcsa, hogy úgy is rá tudjuk rakni, hogy a már még kitört részét is takarja, úgymond az annyira piszkálja a fejemet. Azért kezdi magát kiadni az alakzat, annyira nem vészes a dolog. Csodás. Mi a franc? Oké, a tükröt rendbe raktuk, és úgy néz ki, hogy ezzel már meg is rohasztotta az almát azt a mindenit. Érdekes. Érdekes, és a és a rohadt alma el is tűnt az eszköztáramból, ennek hála. Egyelőre nem értem, hogy erre miért volt szükség, az az igazság, úgyhogy főleg kulcstárgyat igazából nem kaptunk vissza, vagy valami történt, azt tuti. Oké. Snow White figure, hát persze. Így kaptuk meg a hófehérke figurát, a Figure of the Fairy Tale Princess Snow White. Igen, és így most már beletrendezve ez a szoba is, így, hogy ezt kitöltöttük. Ó, milyen kis nyaklánc van ott egy pohárral. Így már értem. Gamera. Oké. Okay. Falon mászkálom, mert nekinek kitörték a lámpákat ezen a folyosón, hogy tudjanak közlekedni a fénytől. Oké. Okay. De jó ég. Jó, kibaszok velük, mert bátran elfutok. Ha-ha! Ó!
Picit lerobbantabbnak néz ki a hotel, mint amikor először itt jártunk. Picit nagyon lerobbantabb. Szóval igen, van itt egy zenedoboz, ahová gyűjtjük ezeket a hercegnő figurákat, Snow White, de még kettő kell, szóval még nem pakolgatunk itt semmit. Most egy kicsit ocsmányabbnak néz ki a hely most, hogy így előjöttek ezek a dolgok. Nézzük, csak van egy 107-es szobakulcsunk, amit meg kéne nézni, plusz az udvart is meg tudjuk most már nézni, a láncvágó a birtokunkban van, plusz a 106-osból nem mentünk át a többi szobához. A lenti erkélyek használatával. 104-es. A mindenit. De jó, hogy ebből a köpetből nem kaptam. Whee! Gyere utánam, ha mersz! Nem muszáj, csak mondom. De egy fene, hogyha ezt szeretnéd. Ha ezt szeretné, akkor ezt szeretné. Hogy meg Fanny James ezeket az ajtókat, és mindegyiket jól lehümmögi. És 103-as. Hopp. Van valami. Vagy nincs. Van valami, vagy nincs. Ó, és itt tovább tudunk menni. Igazából sehová, csak ki a folyosóra, és ez eddig is itt volt. És nem vettem észre. Bra. Ez konkrétan egy bra pillanat volt. Ej. Szuper. Nyitva van még egy szoba, plusz a 107-est itt lent meg kell néznünk, mert állítólag az egyik vendég hatalmas rendetlenséget hagyott ott, illetve itt kijövünk, így visszajutunk a folyosóra, pedig ez lehetett volna egy árulkodó jel, hogy itt ki van ütve az előző, csak nem figyeltem, mert Laurát kerestem, meg minden másra figyeltem, bevallom az őszintét. Szóval, staff only. Rohadt életbe. Édni. De megijedtem tőled? Százhetes. Oké. Okay. Az van ráírva, hogy... Aha, please clean up the room. Kérem, takarítsanak ki. Oké, okay, hát... Valaki tényleg hatalmas rendetlenséget művelt itt, és nem csak én az ellenfelekkel, hanem konkrétan történnek dolgok. Láttam, hogy van ott egy írásos feljegyzés, de előbb körbenézek a megszokott helyeken. Pont az ilyesmik miatt. Nézzük csak így, feljegyzés az itt dolgozóknak. And while you are at it, be sure to sweep up the leaves out in the garden, then you can get back to the fireplace. Oké, takarító személyzetnek egy feljegyzés, és ha már itt vagytok, akkor kint söpörjétek össze a leveleket a kertben, aztán visszamehettek tisztítani azt a tűzhelyet, kandallót. Better not let me catch you slacking off. Nehogy azon csípjélek titeket, hogy...
hogy lustálkodtok. Wow. Oké, hát... Ez itt ezek szerint a nagy-nagy rendetlenség. Mászkálást hallok innen kintről. Aha, egy nővérke talán? Igen. Tjuf! Tjuf! Aztán minden, én is hatalmas rendetlenséget fogok itt hagyni. Ez egy very, very big rendetlenség lesz. Én. Tehát tudok menni? Nem. Pedig pont akkor a helyen van itt, ami a sugalna, hogy itt át tudok menni, de meg tudom kerülni a helyet, és igazából úgy néz ki, hogy nincs miért izgulni. Hello, kisasszony. Megértem, megértem. Nem szép dolog, hogy fejbe löve ment. Az, hogy abszolút megértem a reakciót. Aha! Ez az! Itt vannak az összes söpört levelek, és én most jól fölrúgtam az egészet. Azt a mindenit. Támadás. Szép. Jaj, de jön. Megbennik esküdőn nyomtam a kitérés gombot, de gondolom félre számoltam a dolgokat. Érdekes hangok. Kukucs. Elbújt menekin. Úgyhogy ez egy kis könyv. Oké. Ez mi? Fireplace key. Oké. Megszereztem ma. Egy nehéz kulcs, ami kinyithatja a kandalló ajtókat. Oké. Aha! Micsoda... Micsoda ocsmány levélrakás. Oké.
Úgy néz ki, hogy jobban lettél. Te jó ég, te sokáig szenvedett. Én úgy gondolom, hogy itt készen vagyunk. A kandalló kulcsért kellett ide kijönnünk. Jó. Akkor mostantól kezdve az összes kandallót megnézhetjük. Lakeshore Restaurantot. Ott van még egy felkiáltójel. Gondolom a zongora miatt. Ez tök jó, hogyha erre visszajövünk, mert ki is tudom nyitni ezt a leláncolt ajtót. De... erre nagyon kíváncsi vagyok, hogyha most visszamegyek a zongorához, akkor tudok-e valamit csinálni ott. A tópart étteremnél. Ide pottyant le a könyv, akkor ez volt a felkiáltójel. Can opener. Egy konzervnyitó volt ebben a üres könyvben. A tool for opening cans. És ezt lehet kombinálni valamivel, gondolom egy konzervvel. Yeah. Mari. Randy check. Akkor innen. Aha, ki is csatírozva a felkiáltójel. Szuper. Ezek szerint a könyvespolcos puzzlehoz is megvan mindenünk, ami kell. Music box. Milyen vészjósló hangok jönnek innen, azt a mindenit. Oké. Okay. Bookshelf. És a konferencia terem. Ez a harmadik emeleten van. Jó. Menjünk fel oda először, mert onnan azonnal ki tudjuk venni a kulcsnak, hála a kandallóból azt a kis hercegnő figurát, amit ott láttunk. Renny. Can opener. Aha. Tatarada! Cinderella! Oké. Wow! Egy mandarin! Merre nem számítottam?
a nyelvével támad ránk. Atyaék. Na most legalább jól meg tudjuk nézni, hogy néz ki. Még hirtelen csönd lett azt a mindenit. Szóval hatalmas tömzsi karjai is. És egy-egy ajakban végződik. De mindig a szájából lőtte ki ezt a hegyes nyelvét, amivel megtámadott minket. Ennek is valószínűleg van jelképes jelentése. A figurine of the fairy tale princess Cinderella. Nice. Megvan hófehérke, megvan hamupipőke. Na. Nem pedig szépen ki tudunk jutni. Oké. Arra nem tudunk visszamenni, ennyi a lényeg. Oké, erre nem tudunk átmenni, csak erre. Mert James nem fog átvetődni a növények fölött, hogy véletlenül se letarolja őket. Ez a 318-as? Igen! Ennek a túloldalán láttam ezt a rengeteg vért, és ott egy konzerv. Azt kell gondolom a konzervnyitóval kinyitnunk. Tsssű! 318-as, mi történhetett itt? Blood red paint. Vérvörös színű festék. Hát persze. A can of red paint cannot be opened by hand. Csoda szerencsét, ki tudom nyitni, és... open paint can. Szuper, és mi van benne? An open can full of red paint. Még ezt is lehet valamivel kombinálni, de miért? Ez itt maradt az eszköztárunkban. A láncvágó. Ja persze, mert meg sem néztem azt a lenti helyet, oké. Stimmt. Dehogy nem, megnéztem, de buta vagyok. Lol, nem. Oké. Lol, nem néztem meg, csak feledékeny vagyok, mert már sok ilyen helyet láttam a játékban, aztán azt hittem, hogy meglestük, pedig nem. Hopp, nem akarok erre menni, mert a könyves polchoz akarok elmenni. A második emeleten. Megpróbálnám a könyvespolc puzzle-t megoldani, hogyha már a konferencia terem ilyen meglepetésszerű mini boss fight volt. Oké, a bookshelf a túloldalt van. Hopp. Már nem annyira tetszik a hotel, hogy ilyen lerobbant. Oké. Kedves lányok, kedves srácok! Hálásan köszönöm szépen, hogy ma is engem választottatok. Ha tetszik a munkám, kérlek dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és csatlakozzatok a YouTube csatorna tagságomhoz. A videó leírásában minden elérhetőségemet megtaláljátok. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szervusztok!